A Városi Stadion műfüves pályáján edzenek a Bozsik Akadémia játékosai. Január eleje óta Lengyel Roland irányítja a szakmai munkát. A korábban a Spariban is szereplő szakember 15 éve dolgozik edzőként, az elmúlt 7 évet pedig a Bozsik Akadémia különböző csapatainál töltötte, megfordulva szinte valamennyi korosztálynál. Én egy olyan pozitív, beállítottságú ember vagyok, és szeretek olyan emberekkel körbevenni magam, mint hogy én látom a dolgokat. Ennek megfelelően lettek a jelen pillanatban az edzőink kiválasztva, hogy egy egységes pedagógiai szakmai elvek alapján tudjuk a gyerekeket képezni. Az fontos, hogy egy olyan környezetet teremteni számukra, ahol jól érzik magukat, ki tudnak teljesedni, akár a magán és a sport világában. A Bozsik Akadémián az 5 évesek a legkisebbek, a legidősebb korosztály képviselői pedig a vármegyei első osztályban szereplő Nyíregyháza Spartacus 2 játékosai. 300 gyerekkel foglalkozunk az akadémián, 3 szekció van, kicsi, közép és felnőtt szekció, vagy nagy szekció, van a B csapatunk. 5-től 19 éves korosztályig itt edzünk bent a stadionban, heti 5 alkalommal, 2 egyéni képzéssel, 2 csapatedzéssel és 1 erőprogram van, amikor csak a konditerembe töltik az időt a gyerekek. Van a középső szekció, az kint edzenek Örökösföldön 11-től 14 éves korosztályig, ott a 14 éves korosztálynak heti 4 alkalommal van edzésük, a 10-től 13 éves korban pedig heti 3. A Bozsik Akadémián a technikai és fizikális képzés mellett igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni a mentális felkészítésre is. A cél az, hogy a fiatalok minél könnyebben lépjenek át a felnőtt futballvilágába. Csináltunk egy ilyen etikai kódexet, egy környezetet szeretnénk kialakítani, amivel megváltoztatjuk egy kicsit a kultúrát, a nézetet. Az utánpótlás nem csak az eredményességből áll, hanem hogy egészséges felnőtt embereket neveljünk, de mindenképpen ez egy akadémia, ez egy versenysport, és próbáljuk felkészíteni a gyerekeket, hogy minél eredményesebbek legyünk, és minél jobb eredményeket érjünk el, és minél több játékos be tudjunk integrálni a felnőtt világában. Mint a szakmai vezető elmondta, folyamatos az infrastruktúrális fejlesztés annak érdekében, hogy minél jobb körülmények között tudjanak készülni a jövő spari futballistái.